Jó reggelt kívánunk, sziasztok, és üdvözöljük vendégünket is, akit telefonon sikerült utolérnünk, méghozzá Orbán Zoltánnal beszélgetünk, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is! Hát a témánk pedig az, hogy ez egyébként itt a Csepel-szigeten is szerintem érintheti a kirándulókat, úgyhogy ezért is fontos erről beszélni, hogy a talált madárfiókákkal mi a helyzet, mert hogy előfordulhat, hogy kiesnek a fészekből. Mi az, amit tegyünk, és mi az, amit semmiképpen ne tegyünk velük? Hogyan óvjuk őket meg? Azokkal a madárfiókákkal, amikkel találkozunk a lakott területeken, a Csepel-szigeten is, az esetek messze több, mint 99%-ában. Azok nem esnek ki a fészekből. És a madárfiókának nem az a dolga, hogy kiessen a fészekből. Majdnem olyan gyakran esik ki egy madárfióka a fészekből, mint hogy egy kis csecsemő kiugrik a kis ágyból. Uh-huh. Nagyon ritka. Ugye az a dolga a madárfiókának, hogy csendben lapuljon a fészekben. Ugye, amivel mi gyakran találkozunk, leggyakrabban, szinte mindig mivel találkozunk, egy tollas fióka nem tud repülni, csipog a járda közepén, az úttesten, a gyep közepén. Ezek a madárfiókák nem árvák, nem estek ki a fészekből, a röpképesség ellenére kiugráltak a fészekből, megpróbálnak elrejtőzni a környéken, csak az a probléma, hogy a lakott területeinken egyre kevesebb a madarak és az állatok számára alkalmas élőhelyet, búvóhelyet jelentő bokor, minden gyepet le nyírnak, tövik szinte, golfgyep van, tehát nincs hova elbújniuk. Tehát ezek a madárfiókák nem szorulnak megmentésre, már olyan értelemben, hogy ne vigyük őket haza, mert azzal csak rosszat teszünk nekik. Mit lehet ilyenkor tenni? Óvatosan megfogjuk a madárfiókát, amikor gyúrjuk mondjuk a hógolyót, ugye akkor a tenyerünk, a két kezünket így begörbítjük, tehát egy golyót formálunk. Így szépen nem hógolyó van a kezünkben, és nem gyúrjuk, hanem a madárfiókát szépen is felkanalazzuk, és így elvisszük egy közeli bokor alá magasabb növényzetre, vagy legalább leveszik a járdára az úttestről, berakjuk a zöld növényzetbe, és szépen megyünk tovább. A szagunkat nem fogják megérezni a szülők, és ott vannak a szülők, figyelik a fiókát, a fiókák a hívó hanggal, speciális hívó hanggal hívják magukhoz az etető szülőket, tehát ezek nem magányos, nem árva fiókák. Ne kezdjük el azért hazavinni, mert mi lesz, ha megeszi a macska. A kikelt madárfiókák 70-90%-a néhány hónapon belül mindenképpen elpusztul. Azért van belül ilyen sok. Ezt lehet szeretni, meg nem szeretni, meg ágálni ellene, de ettől ez még tény marad, és ennek a nagyon nagy létszámú madárfióka tömegnek el is kell pusztulnia, mert egyszerűen nem lenne annyi táplálék a Földön, hogy minden világra jött fiókát ellásson. Tehát ez az evolúciónak az egyik alapvető működési mechanizmusa, és ha mi elkezdjük megmenteni ezeket a fiókákat, akkor gyakorlatilag csak rosszat teszünk neki. Nem értünk hozzá, nem megfelelő táplálékkal etetjük, de még ha így is van, mivel mi nem tudjuk megtanítani a fiókákat a túlélés fortéjaira, tehát jól hangsúlyozom, kiugrik a madárfióka félfejlett állapotban a fészekből. Mondjuk egy fekete rigó esetében, amíg ő önállóvá válik, tehát amikor már a szülők nem foglalkoznak vele, ez mondjuk még 3 hét. Ez alatt a 3 hét alatt, hogy mindenki értse, ez olyan, mintha mi emberként kijárnánk a bölcsödét, az óvodát, az általános és a középiskolát, egy egyetemet, szereznénk egy doktorit, egy PhD-t, és még elvégeznénk a világ legkomolyabb mondjuk kommandós kiképzését. Uh-huh. És így, ilyen felkészítés mellett is a fiókák 70-90%-a nem éri meg az ivar érettséget. Uh-huh. Ha én elengedem, ugye ez azt jelenti, sőt, ide már nyugodtan beszámíthatjuk a tojáskort is, tehát minden világra jött tojásnak, kikelő fiókának mondjuk átlagosan 10-30%-a túlélési esélye. Nem túl jó arány, de megértem. Uh-huh. Ha egy fiókát felnevelek, és elengedem, és megnyugtatom a lelkiismeretemet, gyakorlati természetvédelmi szempontból, az állomány egésze szempontjából ennek a fiókának a többi fiókához képest 10-30%-os túlélési esélye ellentétben ennek a fiókának a gyakorlati túlélési esélye közel vagy gyakorlatilag nulla.
Nem tudtam megtanítani, én csak etetőgép vagyok. De milyen érdekes, hogy ugyanúgy, mint egyszer már beszélgettünk a kacsa etetésről, hogy ott is ugye a jó szándék vezérli az ember, csak éppen rosszat tesz vele, hogy nyilván itt is ez a helyzet. De ugye nagyon szeretek beszélni a hölgyek nyelvén, mert ők aztán tényleg minden lábbal a földön állnak. Ugye szeretjük a gyerekeket. De mégis miért nem csináljuk azt, hogy megyek az utcán, felnőtt, egyedül élő férfiként, még inkább imádom a kölyköket, tolja velem szemben az anyuka a babakocsit, és oda megyek, és tudom, hogy minden gyerek megőrül a csokiért. És elkezdem csokival tömni. Uh-huh. Hát én jót akartam, vagy még jobb, oda megyek az ódaudvarra, és csokit dobálok be, vagy adok be a kölyköknek. Hát mi történik? Hát elvisz a rendőr, vagy ott helyben mondjuk rám emeli a macska konzerves szatyrot az anyukat, teljesen jogosan. Amikor egyszer ezt mesélte nekem példaként, azóta tudja, milyen nehéz nekem megállni, hogyha itt Sziget-Szent Miklóson is például a tanösvényen sétálok, és látok családokat kicsi gyerekekkel, akik etetik a kacsákat. Ugye egyébként van is, most ez egy másik téma, de van is ugye etető, oké, nem kenyér, de tudjuk, hogy az sem jó, ami abban van. És olyan nehéz megállnom, hogy ne okoskodjak, és menjek oda, és mondjam, hogy nem szabad. De nem teszem. Alapvetően nem az ön dolga, igen, mert ugye tehát azt szoktam mondani, hogy mindenki tudja, még az is, aki nem ebben él, hogy a természet egy rendkívül bonyolult, rendkívül összetett rendszer. Na most ebben a helyzetben, amikor mondjuk a városlakó ember, és már vidéken is városias életmódot, tehát gyakorlatilag a nyugati világban, sőt az emberiség messze túlnyomó többsége már városias életet él, tehát fénysebességgel gyorsabban távolodik el a természettől, tehát nincsen tudásunk erről. De ugye jó szándék megvan bennünk, és egyszerűen ebben az esetben a nagyon bonyolult természetökológia találkozik a társadalom ökológiával. Tehát nem lehet csak kijelenteni, hogy ez miért, azt meg kell értetni az emberekkel. Tehát azt is szoktam mondani példaként, hogyha most arról beszélgetnénk, hogy én mondjuk oldtimer autókat gyűjtök. És kijön hozzám egy forgatós csoport, akár önök is, és azt látják, hogy én a hihetetlen, a világ egyetlen példánya van nekem, és kint rozsdásodik az udvaron, mert nincs egy fészerem se. Hát erre azt mondják, hogy hát jó van, hát nem vagyok túl értelmes, hihetetlen mértékben értéktelenik el az autó. Na de az csak egy rozsdásodó autó. De itt élőlényekről van szó. Ha rosszat csinálunk, nem számít a jó szándék. Uh-huh. Ha rosszat teszek, ha elkezdem etetni a szembejövő babakocsiban a gyerekeket csokival, és egyébként pedig, hogyha nagyon, ha nagyon pontosak akarunk lenni, és meg is megnézzük azt, hogy például, amikor az emberek jó szándékkal hazaviszik ezeket a madarakat, és mondjuk nyilván erre nincsenek felkészülve, és nem is hajlandóak rászállni 10 percet, hogy utána nézzenek a neten, és elkezdik etetni parizertől elkezdve bármivel. Vesz a horgászból a csaliként csontkukacot, és ammóniamérgezésnek teszi ki a madarat. Az a madár ugyanúgy szenved, ugyanúgy elpusztul, tehát, hogyha most csak nagyon jogi kategóriaként kezelnénk ezt a dolgot, nem számít, hogy ő jót akart, akkor is mondjuk állatkínzást követel. Tehát ezért kell erről a témáról nagyon sokat beszélni. Nekem extra kellemetlen, mert a jó szándékú embereknek kellemetlen dolgokat kell mondanom. Kicsit én is most úgy érzem magam, mint akit így megszidott az óvónéni, de teljesen jogosan. De higgyel, hogy nem azt akarom. Tudom, ezért beszélgetünk erről. Ezért teszem ezt, mert amikor a kezembe nyomtak 15 évvel ezelőtt egy fecskefiókát, és szó szerint a kezemben pusztult el. És akkor megkérdeztem, hogy mi történt, akkor azt mondták, hogy 3 napja nekik náluk van ez a fecskefióka, és tudják, hogy a fecske csak legyet eszik, zárgálva, megjegyzem, ez nem igaz, uh-huh. És mivel ők emberként naponta 3 legyet tudtak csak fogni, ez a fecskefióka 3 napon keresztül napi 3 legyet kapott, tehát gyakorlatilag ők 3 nap alatt funkcionálisan ilyen halasztották a fecskefiókát. Elképesztő azért belegondolni. És ilyen történettel ezerszám találkoznak azok, akik azon az oldalon vannak, ahol a szenvedő madárfiókák. Ezért kell erről beszélni. És van egy nagyon érdekes vonatkozása ennek.
a közösségi média. Tehát, hogyha valaki most hallja ezt a beszélgetést, és azt mondja, jó, én akkor is szeretnék segíteni, én ezt nagyon tiszteletre méltónak tartom. És hogyha azt mondja ez a hallgató, hogy jó, akkor fölmegyek mondjuk a Madártani Egyesület oldalára, és megnézem, hogy akkor, mert ott le van írva nagyon részletesen, hogy ha segíteni szeretnék egy madárfiókának, akkor ezt hogyan tudom úgy megtenni, hogy legalább ne kapjon hiánybetegséget. Akkor ez nem okoz problémát. Még akár annak a megmentett madárfiókának se. Akkor van gond, és sajnos ez a mai magyar és globális rögvalóság, amikor ezt valaki elkezdi terjeszteni a Facebookon. Ugyanis ő utána nézett, megtanulta. Akihez eljut ez az információ, ő már ezen az egész gondolat is struktúrán nem esik át általában, ő már csak érzelmileg fog hozzá viszonyulni, nem tanul, hazaviszi feleslegesen a fiókát, elkezdi mentegetni, kárt okoz. És ami még rosszabb, és még gyakoribb verzió, az az, hogy elkezdik az így önmagát madármentőként meghirdető embernek lezúdítani az feleslegesen összeszedett madárfiókákat. És ő be fog sokalni. Arról nem is beszélve, hogy ez egyébként természetvédelmi törvénybe is ütközik, hiszen védett, fokozottan védett madárfajt magánember engedély nélkül, illetve senki nem tarthat engedély nélkül. Tehát ez egy ilyen jogi szürkületi zóna is igazándiból. Tehát ezt azért mondom csak el ezt, hogy amikor találkozunk egy madárfiókával, aminek szerencsére, amelyek ugye a szerencsére az esetek messze-messze, tehát több mint 95-99%-ában nem is kell megmenteni. Tehát nincs is ügy. Tehát azért kell erről ilyen részletességgel beszélni, hogy az emberek valóban értesüljenek róla, és akkor rászánják azt a 3 másodpercet, hogy megálljanak, végig gondolják, és azt mondják, hogy jó, megfogom a fiókát, berakom egy bokor alá, és szépen megyek tovább, mert a madárfiókák felnevelése a madárszülők dolga, nem a mi dolgunk. És akkor még egy dolgot írtak ebben a közleményben, hogyha már nagyon tényleg segíteni akarnak az emberek, hogyha leszakadt fiókás fészek, vagy viharos időben kiesett fiókák esetében még a szülők segítésére lehetünk, ha egy veszőkosárba ágak közé helyezzük a fiókákat. Igen, köszönöm ezt a kérdést, mert e felé mentem volna én is el. Mert van egy olyan eszköz és módszer, amikor úgy tudunk segíteni, hogy nem avatkozunk be. Tehát a szülőknek kell felnevelni a fiókát, és ez valóban úgy működik. Nekem, amikor kertes házban laktam, mindig be volt készítve ez a legjobb erre, főleg a hölgyek által használt bevásárló fonott kosár. Ez Szandi, a tudna róla mesélni. Igen, nekem van egy pár, ki is szoktak nevetni a barátnőim, igen, hogy ilyen viszonylag és fiatalon akkor, van ilyenem. Találok egy madárfiókát, tehát mondjuk még egy ilyen tollasat is, de nagyon aggódom a macskák miatt, most ebben ne is menjünk bele. Fogom ezt a kosarat, beleteszem az egy fiókát, vagy a leszakadt fészket, kibélelem, ha van otthon szén a szalma, de ez általában nincs, akkor kibélelem 2-3 rétegbe mondjuk konyhai papírtörlővel, és a megtalálás helyéhez, de a lehető legközelebb, lehetőleg ugyanott, egy bokor ágai közé beteszem ezt a kosarat, esetleg felkötöm, vagy oda is rögzítem, tehát mindenképpen legyen benne a lombozatba, takarja, tehát ne süsse telibe a nap. Fölakaszthatom akár faágra is, létre segítségével. És akkor mi történik? Ugyanaz történik, mint hogy amikor a fiókák szétugrálnak a földre, adják a hívóhangot, és a szülők ott fogják etetgetni, és akkor amikor annyira megerősödik, hogy ki tud mászni, vagy ki tud rebbenni a kosárból, akkor már jobban tud rejtőzködni. Ugye ez egy nagyon szűk időintervallum, tehát mondjuk 2-3 napban ennyire sérülékenyek a fiókák. Uh-huh. De óriási számokról beszélünk, tehát a lakott területen élő 45, lakott területen is fészkelő 45 leggyakoribb madárfajunknak az országos állománya olyan 12 millió pár körül van, 12-13 millió pár. Ennek a madár tömegnek az idei évben közel 120 millió fiókája lesz.
Igen, így azért érthető, amivel kezdtük a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Szerintem a jövőben is fogunk majd beszélgetni, mert van miről. Folyamatosan ugye kapjuk önöktől is a közleményeket, és mindenképpen szeretnék, mert itt a Csepel-szigeten azért ez egy fontos téma, hiszen sok helyen lehet itt is találkozni, akár a kacsákkal, arról majd egy külön beszélgetés szerintem megejtünk, hogy már beszéltünk erről, de nem lehet elégszer elmondani, hogy miért nem szabad őket etetni, de most egyelőre a mára ennyi fért bele. Köszönjük szépen Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjének. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, igen, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. És ne felejtsük, zajlik a játék, hiszen a Szigethalmi Plac egy újabb koncertjére lehet most egy páros belépőt nyerni, méghozzá július 1-i P-Mobile fellépésre. Aki szeretne ott lenni valakivel, írja meg nekünk SMS-ben a koncert szót méghozzá nevével együtt 0-20-95-95-100-ét, a következő órában pedig már tényleg sorsolunk és hívjuk is a győztest. Pár perc múlva, 9 óra.